Sziasztok, Szüzek! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok, különösképpen, ha feliratkoztatok. Nagyon hálás vagyok érte. Annak pedig még jobban örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy áprilisban milyen energiákat várhatsz a szerelem és a kapcsolatok területén. Mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit, de lássunk hozzá, először is a rózsakártyáját nézzük meg, ami neked a Szofia jött ki. Tehát itt az azt jelzi, hogy van valamilyen isteni terv, valamint a bölcsességed, a megérzésed nagyon fontos abban, hogy elérd a céljaidat. Tehát mindenképpen figyelj oda arra, amit belülről érzel, amit az intuíciót súg neked, mert az segít abban, hogy elérd a célod, elérd azt, amit szeretnél, és lehet, hogy az életedben van valami olyan rész, amit még lehet, hogy nem értesz, hogy miért történik úgy, de ez mind egy nagy-nagy tervnek a része, amit majd később fogsz látni, hogy miért alakultak így a dolgok. De nézzük meg, hogy mit mond a taró. A kirakásod középpontjában az érmékötös áll. Az érmékötös, ami igazán arról szól, hogy arra koncentrálsz, ami nincs az életedbe. Ez a kártya természetesen azt is jelzi, amikor valamivel meg kell keményen küzdened. Tehát ez, hogyha egyedül vagy, akkor jelzi azt, hogy lehet, hogy egy szakításon, válláson mentél át, ami keményen érintett téged. Ez a kártya jelenteti azt is, hogy úgy érzed, hogy nincs elég önbizalmad, tehát néhányatoknál lehet az, hogy már egy jó ideje egyedül vagy, és nehéz társat találnod, lehet, hogy azért, mert egyedül neveled a gyereked. De ez a kártya abban az esetben is jelentheti azt, hogy ha kapcsolatban vagy, akkor egyedül érzed magad a kapcsolatban. Az is lehet, hogy a társadnak pénzügyi problémái van, ami rányomja a bélyegét a kapcsolatra. Tehát itt ennél a kártyánál nagyon fontos a megoldás, amit ez a kulcs jelent, hogy egyrészt, hogyha segítségedre van szükséged, akkor kérd segítséget. Másrészt pedig az, hogy a megoldás igazán benned van. És amikor az érmékötös kijön, a megoldás igazán az, hogy arra kell fókuszálnod, amiért hálás vagy az életedbe, ami pozitív, ami jó. Mert ha mindig azon töprengsz, ami nincs az életedbe, azzal igazán csak arra felé fordítod az energiát, ami hiányzik, és ezzel igazán egyre távolabb űzöd. Ami persze nem egyszerű ezeket a dolgokat elengedni, de amikor az érmékötös kijön, akkor ez egy nagyon tiszta jel arra, hogy több energiát kell arra fektetned, amiért hálás vagy, ami jó az életedbe, hogy minél több olyan dolgot vonz be. Aztán az első lapunk pedig az akasztott ember. Az akasztott ember mindig egy olyan helyzetet jelent, amikor valami megakadt az életünkbe, amikor valami nem halad előre. Ez jelenteti azt is, hogy egy olyan kapcsolatban vagy, ami megakadt, ami nem halad előre, de természetesen jelenteti azt is, hogy egyedül vagy, és nem látod a kiutat abból, hogy hogyan találj magadnak társat. Amikor ez a kártya kijön, akkor el kell gondolkozni azon, hogy hogyan tudod más szemszögből nézni a dolgokat, hogyan tudod más szemszögből látni, megközelíteni a dolgokat, és az segít neked abban, hogy tisztán láts. Néhány esetben az is lehet, hogy valamit fel kell adnod, valamit fel kell áldoznod azért, hogy igazán tisztában lásd a dolgokat. Aztán a következő lapunk az a kardok tízes, ami jelenti egy szakasz lezárult, tehát az életedbe, és egy újnak a kezdetét. De ez a lezárás, ez nem egy egyszerű, ez egy elég fájdalmas lezárás, amikor igazán fájdalommal járt, mert lehet, hogy
hogy hátba szúrtak, lehet akár tetlegesség is, amikor ez a kártya kijön, és ebből a szempontból, ha igazán belegondolsz, ha véget ért egy kapcsolat, akkor ez lehet, hogy egy áldás a számodra, és fontos arra, hogy odafigyelj, hogy egy új nap kezdődik az életedbe, ami sokkal szebb lesz, mint amit magad mögött hagysz. Aztán a remete pedig jelzi azt, hogy igazán nagyon sokat töprengsz azon, hogy mi is az, amit te szeretnél, mi az, ami téged boldoggá tesz. Ha meglévő kapcsolat vagy, akkor keresed azt, hogy ez a kapcsolat hogyan lehet boldog. Ha pedig egyedül vagy, akkor jelzi azt, hogy azon gondolkozol, hogy mi is az te elvárásod a kapcsolatokkal szemben. Tehát itt nagyon érdekes, hogy mind a két lap kijött, ami arról szól, hogy a megvilágosodást keresed. Tehát az akasztott ember az úgy próbálja megtalálni a megvilágosodást, hogy más szemszögből nézi a dolgokat. A remete pedig igazán elvonul a világtól, és a gondolataiba merül, hogy felfedezze azt, hogy mi is az, amit szeretne. Tehát ez a két lap, a remete meg az akasztott ember jelezheti azt is különösképpen azért még kötössel, tehát hogy lehet, hogy néhányatok már jó ideje egyedül van, és igazán nehéz ebből a magányból kilábalni. De nézzük a következő lapunkat, ami a kardok 8-as, ami jelzi azt, mint ahogy a remete is, hogy nagyon sokat gondolkozol, nagyon sokat meditálsz, nagyon sokat töprengsz azon, ami a helyzeteden igazán. Mert ez általában azt jelzi, hogy igazán úgy érzed, hogy olyan helyzetben vagy, amiből nem tudsz kilábalni, nem látod a kiutat. Ez lehet egy kapcsolat, ez lehet az egyedüllét, ez igazán mindenkinél más. De mint láthatod, ezek jelzik, hogy a gondolatai az, ami igazán fogva tartják őt. És a valóság, mint ahogy megnézed, nem azonos azzal, amit ő lát a tükörben. Tehát itt neked nagyon fontos az, hogy kicsit kitisztítsd a gondolataidat, lehet, hogy túlságosan arra fókuszálsz, hogy nekem soha nincs szerencsém, stb. Tehát a kardok 8-as az is lehet, hogy túlságosan sokat foglalkozol azzal, hogy elemezd a helyzetet minden szemszögből, és emiatt nem látod a kiutat. Tehát itt nagyon fontos, hogy egy kicsit visszalépj, és próbáld a nagy képet látni. De az is lehet, hogy segítségre van szükséged ebben a helyzetben, hogy valaki segítsen neked abból, hogy tisztában lásd a helyzetet. Aztán a botok apródja pedig egyrészt jelzi azt, hogy van valami üzenet, van valami hír, ami boldoggá fog tenni, ami nagyon pozitív hír lesz. Ez lehet akár egy kaland, egy kapcsolat, egy futókaland, ami pozitív hatással lesz rád. Meglévő kapcsolatnál ez a kártya jelenteti azt is, hogy igazán itt az ideje annak, hogy eldöntsd azt, hogy ezt a kapcsolatot tovább folytatod, vagy pedig szakítasz ezzel a személlyel. De nézzük, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Az a mindenképpen jelzett, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá, ne keresd csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és mindig nagyon szívesen olvasom azt is, hogy mi történik az életetekben, hogyan rezonál ez a kirakás a valósággal. És nézd, milyen csodálatos lap jött ki a jövőre vonatkozólag, a Kelyhek 9-es. A Kelyhek 9-es, ami az ünneplés, nek a kártyája a boldogságé, amikor a kívánságod teljesül. Tehát itt lehet, hogy van valami hír, ami bejön, amitől kibújsz a bőrödből, az örömödbe, de mindenképpen láthatod, hogy ez egy nagyon boldog kártya. És nagyon jó látni ezt a vonalat is, amikor a töprengésből, a gondokból igazán sikerül elérned
ezt a felhőtlen boldogságot. Aztán a hold pedig jelzi egyrészt azt, hogy lehet, hogy bizonytalanságban érzed magad. Tehát lehet, hogy bizonytalan a helyzeted, lehet, mintha kihúzták volna a talajt a lábad alól. Ez a kártya arra is felszólít, hogy figyelj a megérzéseidre, figyelj a belső hangodra, és azáltal sikerül valami csodálatos dolgot elérned az életedbe. Ez jelenthet titkokat, jelenthet olyan dolgokat, amiről nem tudsz. Aztán az utolsó lapunk pedig az a kelyhek királynője. A kelyhek királynője jelenthet téged, jelenthet egy szemét, amikivel dolgod van. Ez a királynő, ez nagyon odafigyel a saját érzéseire, a megérzéseire, a mások érzéseire. Nagyon sok szeretet, nagyon sok gondoskodás van benne. Tehát itt egyrészt jelenthet egy társat, aki nagyon sok szeretettel szeretetet ad, de akár itt ebben a helyzetben jelentett egy segítő embert, egy gyógyítót, egy terapeutát, aki segít neked abban, hogy kilábalj elő ebből a helyzetből. Tehát itt láthatod azt, hogy próbálsz, megakadtak a dolgok, itt igazán ez felszólít arra, hogy van segítség, itt is lehet, hogy segítséget fogsz kérni egy olyan embertől, aki tud neked segíteni abban, hogy megoldja veled a problémáid, de nem helyetted. Aztán a pakli alján pedig az érmék tízes van. Az érmék tízes az egy nagyon pozitív lap, ugyancsak egy szakasz végét jelzi, de ez egy olyan ez egy stabil lezárása a dolgoknak. Tehát itt ez jelentett egy hosszú távú kapcsolatot, amikor családot alapítasz, hegyedül vagy, mindenképpen jelezhet egy hosszú távú kapcsolat bejöttét az életedbe, ahol mindkét fél azonos értékrenddel rendelkezik. Az is lehet, hogy az egyik fél pénzügyileg jobban áll, mint a másik, de ez mindenképpen egy megbízható, stabil kapcsolatról szól, amikor a saját generációdat hozod létre. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.